Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy bibliai üzenet. Hogy jutottam el ehhez a forráshoz, ezt röviden újra elmondom. Az anyukám 2002-ben halt meg, a Biblia, a hitem, a Jóisten adott erőt számomra. Annak idején jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul, mint egy inga bizonyos szavaknál, és ennek volt értelme, azon kívül voltak bizonyos gondolatok, ami nem tőlem jött, hanem kaptam ezeket a mondatokat, és így lett ez a kommunikáció ebből a forrásból, amit mutatok nektek. Sokan kérdezték, hogy miért a jobb oldalon tartom ezt a nyakláncot, ezt az ingát, ennek nincs jelentősége, csupán az, hogy kényelmesebb, mert ha így a bal oldalon tartanám, akkor azon kényelmetlen lenne, tehát nincs semmiféle jelentősége. És megnézzük, hogy mi az üzenet. Valami nyomasztott téged, te felszabadulsz ebből a helyzetből. Valami vagy valaki közeledik hozzád, és tisztázódik valami, hiszen tisztán látod majd ezt a helyzetet. Sokan vannak, akik nem érzik jól magukat a munkahelyen, lesz egy új lehetőség, egy új ajánlat. Ami az országot és a kormányt illeti, ők nem akarnak háborúskodni. Ők ügyelnek most a kereskedelmi kapcsolatokra és az anyagiakra. Vannak fontos kereskedelmi tárgyalások. Ami téged illet, hamarosan közeledik egy hölgy, de
eltitkol előled valamit. Ez a hölgy nem mutatja ki nyíltan azt, amit tulajdonképpen akar. Nincs rossz indulat, de nem meri kimondani a gondolatait, a terveit. Hagyd, hogy így legyen, idővel kiderül az igazság. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!